Jubileumi országos és nemzetközi burgonya tanácskozást, valamint fajta bemutatót szerveznek Gyulatanyán csütörtökön. A rendezvényen az agrárminiszter is megtekinti a kísérleti parcellákat. Köszöntöm a stúdióban Augustinja Andrást, a Nébih gyulatanyai fajta kísérleti állomásának működtetőjét, ezeknek a kísérleteknek a vezetőjét. Jó estét kívánok! Köszöntöm én is a televízió nézőit! Igen, nagy múltra tekint tehát vissza maga a kísérletezés, a kutatás, illetve ezek a rendezvények, hiszen évente megrendezik ezeket a bemutatókat. Igen, hát az idei bemutató a burgonyából ez a 30. tehát jubileumi, illetve 93 óta, mióta egyéni vállalkozásban működtettem az állomást, ez a 150. bemutató. A növényfajokra visszatérve különböző kertészeti és szántóföldi kultúrák vannak, ez mezó, illetve kisparcellában. Ez annyit jelent a kisparcellát, ez kisparcellás vetőgéppel vetjük el, illetve aratjuk be, közel 7000 parcellán van a gyulatanya fajta kísérleti állomáson. Ez a legnagyobb volumené a kukorica, napraforgó, őszi kalászos, búza, rozs, árpa, illetve őszi káposztarepce. Emellett a mezoparcellában 48 féle kukoricafajta van, és 22 fajta a napraforgó. Mi az, amit igazi sikertörténetként lehet emlegetni? Azért 30 év alatt nagyon sok változás történt, és nagyon sok új fajta került itt a piacokra. Nagyon sok mindenhez kell alkalmazkodni ezeknek a növényeknek. Mi az, ami igazán azt mondható, hogy ez tényleg? Hát igen, különösen a burgonyára vonatkozik most ez a nagy klímaváltozás. Tudnék, a burgonya 25 Celsiuson felül már nem érzi jól magát. És ugye a nemesítők, illetve a kutató cégek rá vannak kényszerülve, hogy szárazságtűrő fajtának megfeleljen ízre, minőségre. Tehát a háziasszonyok, hogyha bemennek egy üzletbe, akkor fel van tüntetve az ABC típus, az a sütni, főzni lévő burgonya. Nagyon-nagyon sok kritériumnak kell megfelelni a burgonyának. Tudnék, egy egészen drága növény, mert ha mindent alapul veszünk, tehát normális vetőburgonya, tápanyag, műtrágya, csöpögtetés, minden, az önköltségben a burgonyának olyan 1 millió 200 000 forint per hektár. És mennyit lehet belőle termelni ebből az egy hektárból? Hát itt nem is a súlya van baj, mert a súlyt ezt még meg, hanem a felvásárlás, nem tudnék, minél drágább a burgonya, sajnos nem a gazdánál marad a pénz, hanem ezt a kereskedő cégek akasszák. Teszik inkább zsebre, de ez nem csak a burgonyára igaz. Hanem sajnos ez nem csak a burgonyára, ez a gyümölcsökre, ez vonatkozik, szántófüdet, kukorica, búza, tehát sajnos ez mindenre így vonatkozik. Ha már a burgonyánál tartunk, mekkora volument lehet eladni ma? Van-e ebben változás? 20-30 évvel ezelőtt alapélelmiszer volt a burgonya. Ma egyre inkább azt halljuk, hogy szorul háttérbe, sőt, némely portálok kifejezetten egészségtelennek, az emberi fogyasztásra nem feltétlenül legalkalmasabb élelmiszerré titulálják. Hogyan haladunk ebben? Hát ezen úgy haladunk, hogy régen valóban sokkal nagyobb volt az ültetési felület. Most Magyarországon egy olyan 8000 hektárra becsülik a burgonyi ültetési felületet. Magyarországon 55-60 kiló az egyfőre jutó fogyasztás, szembe például Írországban, ahol 120-150 kiló. A legnagyobb gond annak idején az volt, mikor a EU-hoz csatlakoztunk, akkor ugye a nagy EU-knak volt 1 200 000 hektár ültetési felület, és Lengyelország egymagában 850 000 hektárral csatlakozott az EU-hoz. A akkori lengyel burgonya minőségileg a magyartól sokkal gyengébb volt, viszont árértékben jóval olcsóban adták, éppen ezért a lengyel burgonyát vették. Most már azért a lengyel burgony is, mivel más ott a klíma és más a finanszírozási rendszer, most már ők is azért haladnak szépen felfelé a termésúlyokkal. Mekkora érdeklődést mutatkozik ezek iránt, a fajta bemutatók iránt? Hát a fajta bemutató a legnagyobb érdeklődés, a burgonya szokott lenni, egy olyan 350 fő. Ezt tudva levő annak is, hogy délutántól van egy úgynevezett főzési verseny, tehát a szakmai programon kívül, ahol lovasfogattal bejárjuk a területet, gyerekeknek arcfestés, állandó lapcsánka, cukkinis lapcsánka, burgonya, illetve a burgonyából készült ételeknek a kóstolása, bírálása lesz.
A zsűrinek az elnöke, aki ezt minden, ez a Krivács András, a Magyar Gasztronómiai Szövetségnek az elnöke. Ezen kívül a szakmai részen, hogy 4 kreditpontot lehet szerzezni, aki ezt a burgonya bemutatót megtekinti. Egyébben 8 bemutatót szoktunk csinálni, ami áll búza, kalászos, tehát kalászosokból, napraforgó, kukorica, az említett burgonya, csemege kukorica, régebben volt cukorrépa, és ez most már elmaradt. Jól értelmezem, hogy ez itt nem csak szakembereket várnak majd csütörtökön, hanem ez egy széles körben meghirdetett program? Hát ez egy széles körbe. Tudnélik, ugye gondoltunk, amit az előbb említettem már gyerekeknek is program, mivel a szülők nem nagyon tudják elhelyezni, viszont nagyon sokan érdeklődnek a burgonya felől, mert egyre többen jönnek ki, és mondják, hogy ezt a fajtát szeretnék. Régebben nagyon jellemző volt a színformalizmus, csak a piros-piros héjú. Most már ez átment sárgába is, mert a sárga héjú burgonya sokkal ízletesebb, mint a piros burgonya. Mi a legnagyobb szabású kísérlet, ami most zajlik ezen a telepen? Most jelen pillanatban a legnagyobb szabású burgonya van 5 hektáron, ez közel 50 fajta burgonyát jelent. A magyar nemesítő cégektől kezdve a külföldiek is természetesen jelen vannak, illetve a vetőmag, növényvédőszereket forgalmazó cégek. Mindenki kap egy-egy pavilont, ahol kiállíthatják a 5 lévő portékáikat, illetve a burgonyát, a növényvédőszereket, illetve amit a vállalat, illetve a cég ildomosnak lát, hogy bemutassák a nagy közönség előtt. A másik növény, ami szintén elég nagy hangsúlyt kap, az a kukorica. Ezzel hol tartanak? Kukoricával ott tartunk, hogy sajnos Gyulatanyát nagyon elkerült az eső, mivel a városba is többször úgynevezett leszakadt az ég. Hát a kukoricának most következik egy 2-3 hetes periódus. Ha nagyon nagy szárazság jön, mivel most van ugye a csőképzés, akkor bizony-bizony nem lesz olyan nagy termés, de eddig a kukoricára tehát nagyon szépen mutatkozik. Az elkövetkező 2-3 hét is ez lesz most itt a vízválasztó. Augustinyi András, köszönöm, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Köszönöm a lehetőséget. 104 milliárd forintot biztosít a bölcsődei ellátás fejlesztésére a magyar kormány 2019-ben. Ebből az uniós és hazai forrásból összesen 5,2 milliárd forint érkezik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe.